Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Szolnoki Szimfonikus Zenekar mai koncertjén. Ezen a koncerten a barokk és a régi klasszika korszakát idézzük fel Antonio Vivaldi és Wolfgang Amadeus Mozart műveinek segítségével. Elsőként Vivaldi talán nem ismerhetünk még több a négy évszakon hallgatja részletet, nevezetesen a barossz. A négy évszak az első barokk programzene, ami valamilyen fogalmilag megalkotott témaállítással kapcsolatos, egy témát Vivaldi a bűve szívében konkrétan is határozó. A programzene célkörülében az, hogy a barokkot fenyegyez képeket, hangokat hozzuk jelenni. A tavasz első képeiben a születés különböző érzése jelenik meg, a zene megjelenik az évszak jellemző természeti hangokat, madárcsipet és patkacsolás, villámlás és megjelenés. A második képeiben a pásztorán változó kialakult el az ódítón, a kutyagolás a rácsot változó hangosan és szabadultan. Az átok képeiben boldog természeti, pásztorok és mintát játékát jelenik meg, végül
Thank you.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart úgynevezett szimfónia korszaka 1764 és 1788 közé esik. Ez alatt a 24 év alatt a tradicionális kiadások szerint 41 szimfóniát ért, viszont a legfrissebb kutatások már 68 készülőt a tudósítanak. Mozart 1764 és 1771 között íródó szimfóniáit gyermekkori szimfóniáknak nevezik. Ezek a művek stílusukban és felépítésükben általában a szimfónia eredet formájában az orosz kívánkon változtak, tehát hangvételes, gyors, hosszú és gyors jelváltak egymást. Tánszik elváltalában a mezőnek alkalmas szimfónia a hagyományos orosz szalai szimfónia szimfóniánál. Mozart ebben az időszakban, pontosan 1770-ben, 14 évesen, első Olaszország utolsóan tudnának a most elmondható fizetik évű szimfóniáját. Hölgyeim és uraim, ma versenyünk záró zeneműveként következik Mozart 10. évű szimfóniája, a szolnoki szimfonikusok előadásában Dobszai Péter vezényletével. Kedves közönségünk, én búcsúzom önöktől, további szép estét kívánok! Thank you.
A szolnoki szimfonikusok visszatérő vendégnek számítanak a Mezőtúri Artúr Fesztiválon. Az idei fellépésetekről mit tudnátok elmondani a tévénézőknek? Hát nagyon örömmel jöttünk ismét, én különösen, mert ennek a templomnak az orgonáján is volt szerencsém már játszani. Most nagyrészt Mozart művekkel készültünk, és ezen kívül egy Vivaldi mű is elhangzott a tavasz. A koncert másik érdekessége pedig, hogy a zenekarnak két muzsikusa is szólista szerepkörben lép föl. A Vivaldi tavasz című művet Midori játszotta, és Mozart G-dur fuvola versenyét pedig a mellettem látható Bernadett. Mit tudnál elmondani erről az előadásról? Hát igazából nagy élmény volt, mert szintén nem először vagyok ebben a templomban és ebben a városban, úgyhogy nagyon jó volt visszatérni egyrészt, másrészt pedig ez volt úgymond a debütálásom zenekarral, mint szólista, és igazából nagyon rövid idő alatt hoztuk össze, és szerintem nagyon jól sikerült ahhoz képest is, és ahhoz képest is, hogy először hoztuk ezt így össze együtt. Milyen közönségnek szoktatok főleg játszani itt Mezőtúron, mit tapasztaltatok? Nagyon melegszívű közönségnek, azért általában az ember számít egy bizonyos tapsra az alapján, hogy milyennek érzi az előadást, és hát ennek itt többszörösét kaptuk, annak ellenére, hogy elégedett vagyok a játékunkkal, de olyan szeretettel fordultak felénk, hogy hát ez előrevetíti a következő látogatásainknak az örömét is. Karmesterként mire kell legjobban odafigyelni? Ki lehet emelni így valamit egyáltalán? Fú, hát ez olyan kérdés, amire körülbelül két napig válaszolnék valószínűleg. A helyzete válogatja valószínűleg, ez most a zenekar időbeosztása miatt az időszervezés volt a próbán a legfontosabb teendő. A zenélés közben pedig a minden egyeztetett és megbeszélt előadási koncepció mellett fontos az, hogy az ember a pillanatra is hagyatkozzon és hagyjon helyet az ihletnek. És szólistaként számodra mi volt ma a legnagyobb kihívás? Igazából mindig a legnagyobb és legfontosabb feladatomnak tartom az, hogyha szólistaként is játszok, akár a zenekarban is egy-egy szóló, ugye fúvósoknak csomó szólója van, akkor is ez egy kamarajáték legyen. Szóval, hogy együtt tudjunk dolgozni, és reagáljunk, szóval aktív legyen a munka, ne csak én játszom, ők játszanak, és csak így egymás mellett. És mennyire nehéz ez a közös munka, mennyit kell ezt gyakorolni? Hát ugye a híres vicc az úgy tartja magát, hogy megy egy úr a budapesti Erzsébet körúton, és egyszer csak megszólítja, hegedű van a hátán, és egyszer csak valaki megszólítja, hogy elnézést, uram, ne haragudjon, hogyan jutok el a Zeneakadémiára? Sok-sok gyakorlással.
ez egy véget nem érő munka, de ezzel együtt, ahogy a sok évi gyakorlás egymásra épül, egy idő után olyan automatizmusok elkezdenek működni az emberben, ami sokszorosára gyorsítja a felkészülést egy idő után. A nemrégiben elnyert közönségdíjadról mit tudnál elmesélni a tévénézőknek? Hát ez egy különleges helyzet volt, ez a karmesterverseny. Egyrészt a szokatlanul nagy kiírt repertoár miatt, amit megtanulni egy nagy öröm volt és egy nagy munka. Körülbelül 7 hónapig készültem erre a versenyre. És hát utána nagyon megható volt az, hogy az a tény és az a tudat, hogy összesen 11 ezer szavazattal, mint megtudtam, kerülhettem a döntőbe. Úgyhogy ez egy nagy élmény, és egészen jövő májusig egészen biztosan érezni fogom a hatását, mert a koncert meghívásai most már odáig, hál' Istennek, megvannak. Ez lett volna az utolsó kérdésem, jövőre vonatkozó terveitekről, elképzeléseitekről mit tudnátok elmesélni? Hát én most végeztem az egyetemen, úgyhogy egyelőre dolgozni, épülni, jobbá válni így a munkában. Most ez a legfőbb cél. Nekem is hasonlóképp egy állandó jobbá válás minden zenésznek a célja. Ahogy említettem, jövő májusig tudom a felkéréseimet, úgyhogy most ezeknek a műsoroknak a megtanulása az, ami az előttem levő hónapokban ki fogja tölteni a napjaimat. A nyáron a családommal még költöztünk egyet, ami szintén nem volt egy pihentető folyamat, de most már ezen túl vagyunk, és innentől kezdve a munkára és a családra tudunk koncentrálni.